Az észlelő és jelzőrendszeri tagok feladata, hogyha egy gyermek életvitelében, magatartásában, tanulmányaiban probléma merül fel, jelezzék az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának. A veszélyeztetettség mértékének függvényében a gyermeket védelem alá veszik, vagy alapellátásban részesítik. Sátorolja Újhelyben tavaly a korábbiakhoz képest nőtt az alapellátásban részesülő gyermekek száma, azonban jelentős mértékben csökkent a védelembe vetteké. A védelembe vett gyermekek száma valószínűleg azért csökkent, mert egyrészt ugye eredményes volt a védelembe vétel során végzett tevékenység, és így már egy enyhébb intézkedés elegendő az alapellátásban történő gondozás. Nyilván, hogy ehhez az is hozzájárul, hogy a tankötelezettségi korhatár lejjebb lett csökkentve 16 éves korra, és így sokan kikerülnek abból a oktatási rendszerből. Továbbra is probléma, hogy a legveszélyeztetettebb a 14 és 17 év közötti korcsoport. Ez a nagyszámú igazolatlan hiányzásokban mutatkozik meg. Még az iskoláztatási támogatás szüneteltetése sem visszatartó erő. Problémát jelent az is, hogy a szülők nem megfelelő nevelési módszert alkalmaznak. Nem figyelik azt, hogy a gyermek hogyan tanul-e egyáltalán, szabad idejét kikkel, hol és milyen tevékenységgel tölti. Tehát ezen a téren én úgy gondolom, hogy a jelzőrendszer valamennyi tagjának feladatai vannak. Az évértékelő értekezleten az is megállapítást nyert, hogy egyre jobb az együttműködés az észlelő és jelzőrendszer tagjai között. Szinte napi kapcsolatban állnak egymással, ez segíti a munka hatékonyságát is.